Sok szeretettel köszönjük a Pázmány Rádió hallgatóit, Radakovics Mihály vagyok, és akkor itt is van a Skúló újabb adása, a válogatott meccseket követően, ezúttal Gácsi Zalánnal fogjuk kielemezni, hogy mi történt a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők októberi fordulóiban, hiszen pályán volt a magyar válogatott, Szerbia és Litvánia, és hát 4 pontot szerzett Marco Rossi együttese, mégpedig úgy, hogy Szerbiát hazépán 2-re győzték le, még viszont Litvániában 2-2-es döntetlenre végeztek Szoboszlai Dominikék. Félig teli a pohár és félig üres, mert hogy meg lehet volna arra az esély, hogy már erre ugye a 6. mérkőzés követően a magyar váltott egyeneságon kiusson a Németország Európa bajnokságra, azonban matematikailag még ezt nem sikerült bebiztosítani. De vajon mi lehetett ennek az oka? Ugye hát láthatjuk, hogy Litvánok nem is sikerült, hiába a szervekeni hőses küzdelem, de haladjunk időrendi sorrendben. Először kezdjünk a szervekeni mérkőzésen, amelyet tényleg közel 60 ezer néző volt a zsúfolási megtett Puskás arénában, és hát a találkozó 21. percében vezetés szerzett a magyar válogatott, ugye Varga Barnabás góljával lett. Nézzük meg a kulcsmomentumokat, hogy azért szorítás, elénde nehezen jöttünk a szorításból, de aztán mégis itt csattant úgymond az első perfekt támadás. Hát igen, ugye azt hozzá kell tenni, a szerbek alapvetően eléggé fölforgatták a belgrádi 11-hez képest mutatói kezdőjüket, ugye kimaradt Havics, Kostic, benn volt Gacinovic, meg még hát jó néhányan, akik. Hát elég érdekes, hogy mi alapján kaptak üzemben a Dragan Stojkovic tehetségi kapitánytól. És hát azért abban életünk, hogy ez az új összeállítás szerb részre, hát magyar, hogy eléggé izgalmas volt, ugye ez sérülés miatt, ugye Vlahovic sem volt, ami mondjuk támadás építésnek, hogyha nem volt olyan nagy probléma, hiszen leutóbb igazából Vlahovic és Mitrovic igazából csak egymásra volt veszélyes, mint hogy így az ellenfél az Ibuzdiens kapujára. És ugye emeltünk, ugye Milinkovic Savic ott meg konkrétan 10-esként játszott a kapitány, aki igazából 8-asként az egyik legjobb a világon, de 10-esként meg ez nem igazán mondható el róla. Ennek ellenére a szernyomás így is nagyon nagy volt, viszont hát azt is lehet lenni, hogy Marco Rossi nem igazán lette meg azt, hogy mivel készül. Stojkovic is ugye maximum azt, hogy Milinkovic Savicot hova rakta fel a pályára, de ehhez képest azért a magyar kontrák roppant esztélyesek voltak az egész mérkőzésen. És hát persze nem lehetett volna sikertelen anélkül, hogy valójában 4 gólt a jobb oldalon, ne futott volna körbe az egész Puskás stadiont, és hát gyakorlatilag ebből sikerült 2 egészen szép gólt lőni. Így az, hogy az első gólnál 2-en mentek 3-ra, tehát nem is volt létszámfölnyi, sikerült megtalálni ugye Varga Barnabást, és esélye nem volt már Ványa Milinkovic Savicnak, ahogyan itt ezt nézzük is a háttérben. Tényleg elképesztő, viszont aztán 10 perccel később jött a szerb szöglet, és Strahinja Pavlovics egyenlített. Hát nem sikerül levidekezni a szöglet, és hát azért éreztem azt, hogy rögzített a szituációból kicsi sebezhető ez a váltott, főleg a Willi Orbán nélküli védelem. Talán ez nem volt egyébként jellemző, hiszen akkoriban mindig azt lehetett, hogy ha van szöglet, hozzá a dugás, abból nagyon ritkán kap a rossz is, hogy egy csapat gólt. Hát most ugye azért kiderült az, hogy ha mondjuk egy magas ember hiányzik középről, ugye Fiola sem a legmagasabbak egyike, a kerkezi Miloslo pedig ezt végén nem mondható el, aki ugye szintén így kénytelen volt visszahúzódni, mondjuk nem is róla kaptuk a gólt, azt majd 3 napban később történt meg, de nyilván ezt adjunk előre. Szóval igen, ez azért a jövőre nézve kicsit aggasztó, hogy ahhoz képest, hogy 16-os EB-n azért nem magasan a csapat a magyar válogatott volt, mostanra ez a magasság hát eléggé lecsökkent. Hát ennek múlnak az idők, mondhatjuk, és azért cserélődnek az összeállítások, hiszen senki sem fotizhat örökké, úgymond. Igen, és ugye a cserepet most igazán vannak olyan nagyon magas emberek, szóval hát igen, ez egy olyan probléma, ami lehet, hogy nem fog gyorsan megoldódni, és azért ezt láthatjuk, hogy ezt mások is figyelik, hogy ez azért egy olyan pont, ami később akár potenciális veszélyforrás lehet. Tehát összesen 71 másodperccel később jött Sallai Roland, és kilőtte a kapu jobb oldalát, hát óriási gól egy 20 méterről. Hát ez is ismét, ugye a négó oldalán indul a szerb támadás, aki megnyer egy pár harcot. Középre is teszi Sallai maga elé, teszi Varga Barnabás pont jókor fut el, esélye nincs a kapusnak. Hát így kell ezt mondhatjuk, mesteri lövés Sallaitól. Litvánia elleni hazai meccsen is lőtt egy bombát, hát ezúttal sem maradt el tőle. Hát akár se előtt a B1-ben is érdező, most is ugye Varga és Sallai, hogy ugyanilyen borsanyban szerezték a hazai gólokat. De hát amit végig szintén érdemes ugye talán hozzátenni, hogy akárcsak Belgrád most sem maradt csak egy-egy az állás. Mert mostában ahhoz képest, hogy sokszor látunk ilyet, hogy 21-ben két mencsésé lengyelek, illetve a portugál kellene gyakorlatilag megvolt az első gól az elfél részéről, aztán egyből jött a második utána.
Hát azóta meg átfordult ez konkrétan olyannál, hogy már nyertek ellen miszerszögerű vezetést újra, akkor Belgrádban 2 perc alatt sikerült, jó, hánykább 3 perc alatt. 151 másodperc volt a Belgrádban egyébként a két magyar gól közötti idő. Hát ez 2,5. Ez kétszer jó volt, akkor most már sikerült fejeződni, mint az izotópoknak, a radioaktivitás szempontjából. Kis kémia óra is belefér. A Paksi atomerőmű útján. Igen, kicsit elkalandoztunk, térünk vissza, hogy a másik fél idő elején ugye volt 2 szerb gól is, mindkettőt Mitrovic szerezte, csak hogy a gólpasszadó játékosok lesen helyezkedtek, ezt köszönjük szépen mindkétszer, ugye a barjegyzőként beintette mind a kettőt, kicsit a magyar látom, mint az öltözőben maradt volna, azért felébresztette a srácokat ez a, ezek az új nem megadott gólok, és aztán hát ide volt kijönni a szorításból, és hát itt volt az is egy szép kontra a 60. percben, és Szalai Attila passzolt ugye Ivet Varga Barnabásnak, hogy keresztlécet talált el fejjel, de mondjuk itt kiemelném azt, hogy magyar váltott az összességben tényleg a kevésbé létszámfölényes szituációt remekül megoldotta. Ugye még 16. perc volt egy olyan hely, olyan, amikor ugye szervek részéről Gacsinovics meg Mitrovics mentek Nagy Ádámra, és Gacsinovics hosszú paszt adott, ugye? Vagy most nem, Zsivkovics volt, bocsánat, és hosszú paszt adott, és Dibusz lefülelte. És 5 percek később ők nem voltak meg a 2-1, magyarok meg 2-3-ba mentek, ugye? Négu meg Varga Barbás és gól. De menjünk is tovább, szerintem eseménydús második fél időben 70. percben, aztán tényleg a... Hát mindenki sokat törögett, amikor Tadic, majd Pavlovics is sok a bufát találta el. Egészen hihetetlen azért, itt a szerencsés ott volt a Dibuszék mellett. Hát igen, akkor te is már bejött egy Zsivkovics helyére, így a Dibuszék helyére reagálni Sztojkovics, plusz fel emlékszem, ugye Kostic is bejött a szünetbe. Igen, igen, hát velük azért felpörögtek a szervek, főleg hát támadásban. Az első 20 percben egyértelműen szerepelni volt, de az utolsó 20-22 perc igazából teljesen elpárolgott, és voltak azért szögletek, amik beszélések voltak, amik lehettek volna problémásak, de olyan egyet-engetően nagy helyzet nem igazán volt már 70. perc után, igen, nem tudok mondani. Nagy hirtelen, hát a kamufák után... De most pont mutatok egyet, amikor Bolla Bendegúz kapott egy labdát Sallaitól, és hát, mellé gurította. Hát Bolla még nyilván neki az első válogatott béli góljára, szóval... Igen, vagy nem adott gólya volt már ugye, igen, tavasszal. Igen, aztán... És Miljankovics felsét védte a végén Dibusz, és hát, ennyi. Ez tehát így a vége. És aztán megyünk tovább a magyar, litván-magyar mérkőzésre. Ugyanis hát már nem úgy kezdődött, olyan szerettük volna, hiszen a litvánok ugye két és betaláltak az első félben, először ugye Fedor Csernyik volt, és hát tényleg itt Csernyik nem veszik komolyan a védők, és hát köszönjük szépen a 16-osról belövi a kapu bal alsó sarkába a labdát, hát Dibusz jogosan kéri a védőktől, hogy hát mit csináltatok, mondjuk úgy. Hát igen, tényleg itt labdavesztés, és lekontráznak a litvánok. Hát igen, Dibusz most megesen lett kivédelés az egykörű Fehérvári duóra, Fiolára és Négóra, hogy a máskor, hogyha ilyen hibákat csináltak, akkor nem lehetett elő problémája, most a kicsit persze más volt a helyzet. De hát igen, alapvetően ez jól is jellemezte az első fél időt, hogy azok után, hogy kb. Mindenki ünnepelt a szerveken egy győzelmet, hogy ó, most már mindenképpen meg ez a tajutás, akármi is lesz ennek a vége. Hát az kérdés kb. Az volt az első fél időben, hogy itt kb. Minden passzot beleértek, magyar részemek hát kb. Semmilyen megállítói kezdeményezés, akár falt, akár közvetlenül. Nagyon könnyöltek át ugye az északiak, tényleg a hazaiak. A falok azt szolgattak, ez még a másik játékrész elérés nagyjából megmaradt. Aztán azért fizikálisan kijött a különbség, többek között valamint ugye azt is hozzá kell tenni, hogy ezt követően magyar csapatban volt egy komoly szerkezetváltás. Ugye annyi különbség volt a Puskásban kezdő 11-hez képest, hogy ezúttal a Sztárszer gazdag kezdett, hát lehet, hogy nehéz gazdag volt, de most nagyon szegény volt a játék. Azt hiszem, hogy kicsit problémás vagyok gazdag, Dani, oké, hogy még a Honvédban a védekező középpásként kezdett, emlékszem rá. Csak most egyszerűen most Philadelphiában sokkal inkább meg elő játszik a csatásorban. Tehát, hogy én őt lehet, hogy nem raktam volna vissza Rossi helyében. Hiába volt, az nyert azzal a Honvéd a Nobajnoki címet, amikor ő védekező középpályás volt, de már sok éve szám szerint 6, ugye, de hogy... De ezért Gazdi tényleg nem mondom, hogy védekező középpályásként legjobban tudna már játszani, sokkal inkább elől van a helye. Igen, meg kb. Semmit nem nyújtott, szóval teljesen jogos volt az, hogy végül is Stiles ott vissza is cserélt a helyére Rossi a szünetbe. Ez mindenképp egy jó csere volt, mert azért Stiles-ról azért láttuk már, hogy azért néha tényleg így hullázó a teljesítménye, de alapvetően azért még mindig jobb támadás szervező ebben a formában, mint Gazdag Dániel. Másik csere, amit viszont én utolsó se értek, aztán lehet, hogy megvan a magyarázat, esetleg a magasságbéli hátrányt akarta rossz érzel kiküszöbölni, hogy kell kezdni Nyilos Érőt Nagy Zsolt. És oké, hogy kell kezdek, nagyon nem volt jó első fél ideje.
de hogy miért azt a nagy Zsoltot hozzuk be a helyére, aki olyan lassú, mint a fejcsúti kis vasút, sőt még annál is talán, hát lassan szangolt el, akkor ilyen volt, hogy van 15 méter követ a litván játékos, aki védekezni kellett, van a támadásban kb. Minden labdára olyan tempóval ment, mint Ádám Martin kétszeres gyorsításban, szóval, vagy inkább lassításban, és ez sajnos sok mindent el is mond. Hát egyelőre nagyon nem volt ugye éles egyelőre a felcsútnak, hát most így balhátvéret játszó játékosan. Hát tényleg Nagy Zsoltnak azért sok sérülés volt az elmúlt időszakban, lehet így nehezebben tud visszarázódni, amikor nagyon kell hagyni. Aztán volt egy Szoboszlainak egy szabadrúgás, a Sajnak egy közeli próbálkozás, ezekből nem lett gól, viszont egy következő litván szögletből igen a 36. percben, és megint a szöglet, mint hogy a szerbeken is, akkor Pavlovics, most pedig ugye Sirvisz volt az, aki betalált. És ugye erről beszéltünk, hogy amit ugye már látottunk a szervekeni meccsen is, hogy mikor ugye kerkezni, ugye egy egészen magas ember, most nem tudom hirtelen már ki volt pontosan, de ő jutott rá. Pavlovics, nem? Hát nem erről lett a gól, nem. A Barnabásról, hogy kerkez a hosszú oldalon védekezett egy hasonlóan Bori Horga, szerburi emberrel szemben. Hát most itt van, hogy ezt látták, hogy ebből esélyt, és meg is látták a hosszú oldalon a keresett Torangtorgyot, aki be is burzolt a dibusztotójába a labdát. Hát igen, nem ideális, és ugye ez azért volt egy problémás, mert Rossi alatt, meg hát úgy kb. Ember emlékezett óta, nem volt olyan, hogy a válogatott kettő gólos, hát nem volt ponthoz, mentett volna egyáltalán. Szóval ott volt a feladat. Na most, hogy sikerült, itt még azért védett a Nyitván Gabus Varga Varmás ennél a fejesénél, meg hát aztán tényleg jöttek a magyar helyzetek, hogy egyszerűen semmi sem akar beakadni itt Négulnak, és már kapus, már sován szintán él, de aztán mégse csorog be. De aztán Litván védelem egyet hibázik, és egy Sallai Rolandot buktatja éppen a kapus, és járjuk ezt vizes titét, amit Szoboszlai Dominik bebombázott a kapunak a jobb felső sarkába. Igen, ezt kellett az ő Sallai visszakerülni az eredeti pozíciójába, ugyanis ő is az első félidőben egészen más szerepkörben találta magát. Hát kicsit életidegen volt tőle ez a pozíció, de a jobb oldalon aztán egyre inkább kezdte megszíteni a litván védőket. És ennek az eredménye lett végül a büntető kiarcolása, amit most szerintem kőpapíról lóval döntöttek el. Most Szoboszlaiodás maga biztos volt, aztán Dibusznak kellett védenie még. És így valahogyan jöttek tényleg a jobb magyar támadáson, nagyon jobb helyzetek, de valahogy nem volt most meg az a kapolyati higgadság így legtöbb esetben, ami mondjuk eddig igen. És tényleg itt kiáltozik, ezek itt négyen vetődnek, van itt vannak Nagy Zsolt lövése, aztán Varga Barnabáséba, aztán végül Stiles volt, aki mellőtt neki, ő is kicsit el van átkozva így gólok terén, de aztán a 82. percben pedig hát a csodacsatár, Varga Barnabás, negyedik meccsén, jelbési lehetszmény, negyedik gólját lövő a magyar válogatottban, meg egyben a sorozatban is. Ha minden igaz, akkor ebben a napteresztendőben 40 gólnál jár, és most így jók a statjaim, és az, mindegy, az akkor Ronaldóval verseng, és elsően, és Erling Hollandá 39, tehát nem akármilyen nevekkel verseng a Ferencváros támadója. És még ezt hozzámert, hogy a Ronaldo alapvetően tévalcsában szokott gólt öldözni, hát azért... Varga Barnabás a konferencia ligában is. Hát igen, de a konferenciában mindig jobban veszik, de mint a szódi bajnokság. Jó, most már lehet, hogy azért lesz, ez lassan kezd átfordulni. De alapvetően azért tényleg elképesztő, hogy olyan Varga, aki gyakorlatilag így évekig nem volt senki által fölvedezve, aztán a Paksba ezt helyett csak így modernes évből lett egy 30 gólos szezonja, ami egész elképesztő, hogy ilyen gyorsan így, hát nem is mondom, hogy homályból, de ilyen gyorsan felépítette magát, és ilyen egészen remek eredményeket produkál, meg számokat. Igen, az egész az igaz tényleg, hogy Varga abszolút egész elképesztő, hogy ja, honnan varázsoli el jobbnál jobb szezonokat, jobbnál jobb mérkőzéseket. De hát tényleg egy biztos, hogy utána Szalai Ádámnak méltó utódja lett csatárposzton, ezt kijelenthetjük. Ugye a csoport másik mérkőzésén és Szerbia kedden eljött a 3-1-re mondta, hogy mitől is vezetés szeret, amelyre jobbat is választott, aztán a másik fél idő derekán 4 perc a Mitrovic meg Tadic betaláltak, ezzel eldöntötték a mérkőzést. Ugye Litvánia pedig megtörte még szombaton a nyeretlenségét, mi Bulgárt verték idén meg 2-0-ra, ugye Krajev kapott pirost, aztán betalált Sirvisz, sőt, mint több Sirvisz kétszer, és hát Sirvisz most lőtt két meccsen 3 gólt érdekességképpen. Litvánia pedig ugye azon lőzte Bulgárt, 2 év után nyertek tét meccset, akkor is Bulgáriát verték meg egyébként VB-selejtezben, bulgárok ellen megy nekik, azt akár kijelenthetjük így mókásan, és akkor nézzünk rá ugye a csoport állására, ugye 6 meccsen 14 pontos veretlen a rossz csapat, a magyar válogatott, 7 meccsen 13 pontos Szerbia, 6 meccsen 8 vagy a Montenegrónak, és 6-tal Litván és 2-vel nyeretlenül Bulgária. Egyetlen pont. Ennyi kell. És 2 a csoportás őrséghez. Vagy akár 3.
De én már csak úgy gondolom. Mert akkor Montenegro ugye egyel szerzetes előzőnk minket, szerintem pedig... Mert igen, lehet két döntő, én csak azt mondom, és kövi meccs, bocsánat, kisnak, inkább konkrétan a Bulgária-Magyarország meccsre gondoltam, hogy ott a nyer, ott a győzelem, meg már csoport elsőség. Hát igen, minden azért reméljük, hogy a sírói csoportot visszahozni a földre, mert itt azért voltak hangok, hogy itt van, akkor megverik aztán csők alap kabát. Hát reméljük, hogy most lesz egy holnap ezt átgondolni, és így komolyan fölkészülni erre az összes csapásra, mint hogy az eddigi összesre, és így nem megemegni a nyomástól. Hát azt nem várhatjuk, hogy Orbán Viktor föl fog épülni, szerintem nem is érdemes megkockáztatni a bevetését, azért igen, azért láthatok beingásokat a védelemnél, ugye talán egy Fiola oldalán is, ugye a rizetett szituációkból, de azért alapvetően ez a védelem nem vizsgázott fel a rosszul szerintem, most ugye a akcióban még csak egy gólt kapott, két meccs alatt, szóval milyen szempontból talán nincs ilyen nagy probléma, de hát széltábra is adott, ugye csoportteljeségét azt mindenképpen érdemes megszerezni, mert ugye ahhoz ugye garantált az első. Első két kalap, igen. Igen, ugye az első az most azért valószínűleg ezzel a pontvesztéssel távolabb került, de igazából szerintem ezzel mindig nem érdemes olyan nagyon bánkodni, egy másik kalap is bőven jó lehet. És említsünk meg azt, hogy ugye Magyar Váltott ilyen zsinórban tizedik mérkőzésén maradt veretlen ezzel a litvániai egy ponttal. Hát összesében nem mondom azt, hogy nagyon lesújtó véleményeket láttam volna ma, de inkább azt, hogy máskor sokkal óvatosabban kell kezelni az ilyen szituációt, és tényleg nem szabad átaludni egy fél időt sem. Igen, mert azt tényleg én megfigyeltem, hogy azért van azért 6-7 top csapat kb, és utána az mezőny nagyon kiegyenlített, és hogy tényleg egy meccsen bárki vesz, és bárki azt látjuk azért a csoportot nézve az állást, azért kijönnek a különbségek így, hogy haladunk előre így a sorozaton belül. Na mondom, a lényeg a legfontosabb, hogy egyetlen pont kijutás, minimum két pont csoport elsőség, ugye november 6-án majd Bulgáriában, Szófiában látogat majd a magyar válogatott, aztán 19-én vasárnap 15 órakor Puskásárnában Montenegróban lezárja majd a selejtező sorozatot. De egyenesebb kiesés csak akkor, mert hogyha a magyar válogatott mindkét meccsét elveszíti, Montenegró kétszer nyer, és Szerbia is nyeri azt az egyet. Tehát ilyen esetben mehetne csak el, de hát erre tudjuk mennyi az esély. Nagyon kevés szerencsére. Hát Szóval azonán, hogy hány pontot vársz a magyar válogatottól még, hogy érzed így még a novemberi meccsekre előre tekintve, vagy... Hát, ezen négyet mindenképpen el lehet várni, most ugye 14 van most át, akkor az... Hát én azt mondom, hogy igazából, hogyha egy X is van, mondjuk félvedint teljesen motiválta, az most már egyáltalán nem tragédia, szóval, hát azért Montenegrót láthatjuk, hogy viszonylag szívós, szóval Puskásban sem számítanak szerintem pontszerzésre esélytelennek, de Bulgária ellen a győzelemnek kiűszerűen nincsen elfogadható eredmény, ezt így kimondhatjuk. És ennyit a magyar válogatottról, és menjünk tovább még a többi csoportra. Az átcsoportban a biztossá vált a Spanyolország és Skócia lesz a két egyensebb, aki utol Grúzia, mint látjuk. Nemzetileg a playoffra jut, ugye láttam majd a playoffra, pócseredzőre, Norvégia pedig ugye hát jó kérdés. Hát gyakorlatilag én most számoltam utána, és igazából valami elképesztő minimális esélyük van, tehát kb. Ahhoz így háromsorban is valami földrengésztő eredménynek kéne alakulni, mint például az, hogy Boszniának kéne, nem, aztán Boszniának kellene a második helyre bejutniuk. Hát nem tudnak már. Ja, akkor Luxemburg... Vagy Luxemburg, vagy Izland. Ha például igen, akkor mondjuk azt hiszem így csoportban Izraelnek, meg... Meg ugye Izland. Meg valami más, kinek kellene még Izrael mellett kijutni a Svájcnak. Igen, a Svájcnak. Igen, tehát ilyen elképesztő permutációkat kéne, hogy összehozzon az élet. És igazából ezekre gyakorlatilag semmi esély nincs. Egyébként igen, Izland lett volna az, aminek oda kellett volna jutni a második helyre, de hát igazából ez is szinte képtelenség kategória. Szóval hát meg kell várnunk ezen gondolattal, hogy Erling Haaland bármennyire is világ egy legjobb csatára, meg ott van mondjuk Márti Ödegaard, aki meg egyébként ahhoz képest, hogy mekkora handicapre indult a 16 éves reális igazolás után, és miért szépen visszaküldött magát az Arsenal csapkapitányának, hát Norvégia megint nem lesz ott egy levél, és 2000 óta ezzel tovább kell, hogy várjanak. Pedig mekkora esély van rá ilyen játékosokkal. B-csoportot Franciaország hibátlanul vezeti és meg is nyeri. Ki is jutottak az EB-re, Hollandia meg Görögország ugyanannyi ponttal, Hollandia kevesebb meccs, és Hollandia oda vissza a Görögországot, hogy legutóbb ugye a hétfő este 1-0-ra Virgil van Dijk büntetőjével. Hát úgy néz ki, Görögországnak pótselejteznie kell bármennyire, és úgy tűnt, hogy kellnek a győzelmek, de nem a francia, holland páros ellen ez nem sikerült nekik. Igen, viszont a másik oldalról, még a
Igen, de szóval a másik oldal alapvetően Görögországnak nem lesz olyan nagyon nagy problémája, hiszen ugye, mivel a C-ligából ugye ők csoport elsők voltak a csoportjukban, ezért a szabályok szerint, hogyha úgy alakulnak a csapatok, akkor nem kaphatnak se B, se A-ligás ellenfelet, tehát akkor max megkapják Észországot a D-ligából, és akkor egy egészen kellemes sorsolásuk lehet. Persze Grúzia azért nyilván kellemetlen lesz az őszintjükön, de igazából még ez lehet, hogy sokkal könnyebb út lesz nekik. Azt is bolond, hogy Anglia oda-vissza legyőzte Olaszországot, ugye 3-1-re a Wembleyben, és hát így ki is jutottak 16 ponttal, viszont Olaszország jelenleg harmadikén áll, igaz, kevesebb meccsük van, mint Ukrajnához olaszok, ugye játszanak Ukrajnával, Macedóniával, és nekik hatalmas esélyük van, Észak-Macedónia már nem juthat ki egyébként az EB-re sehogyan sem. De hát Olaszország tényleg két élet-halál meccsön egyensávon akarnak kiülni, főleg az ukránok elni majd, és ez viszont idegenben, vagy hát ugye semleges pályán, de az ukrán pályaválasztással. Hát bizony, ugye ez eléggé fölfogult a helyzet, hogy Olaszország kikapott után Anglia ellen eléről ráadásul. És hát, ugye azért belegondolunk, Olaszország utóbbi 4 világversenyből 3 pocsai közére kényszerült, de talán, hogyha visszagondolok, talán még 2004-es világbajnokságon is talán vagyok, hogy csoport elsők voltak, mert szóval akkor elsők voltak, én úgy emlékszem. Kicsit régen volt az tény. Igen, fontos ugye, hogy ugye két VB volt, de amúgy két VB nem tudtok is, mindkétszer a pocsai legezőn hasaltak el. Igen, ez ugye a legendás Észak-Macedónia el. Igen, kell egy csoportban vannak, ugye? Igen, hát most is kicsit az... Hát most volt egy-együk egy ellenük, hogy jól néz. Szeptemberben igen, egy-egy volt Skopjéban. Szóval azért, hogy még az a 2 pont nagyon fájni fog a végén. Most mondjuk a serkezőkben van még a sorsuk, hogy az ukránok elleni meccsel. Szóval még semmi nincsen nekik veszve, de hát igen, az is egy csipelik kell magukat, mert azért, hogyha egy csoport elé tekintünk, akkor azt látjuk, hogy Horvátország is nincsen ám kvalifikációs helyen, és ugye... És Velsz, igen, fordított. ...is megkaphatják. És igen, és Velsz ugye egymás elleni tím most átfordult az, hogy legyőzte Zlatko Dalicot, és Győrben kétszer kikaptak, hogy a törököktől hazai pár, és Törökország ezzel kijutott kvázi. Hát fiatalosan is konkrétan. Vincenzo Montella 2 győzelem nem mutatkozott be a török kispadon, nem semmilyen debütálás, de első borúzó nagyon szoros, itt Albánia már legalább playoff, ahogy látom. Meg ő sem, hogy Albánia nehézség ki fog jutni egyenesség, azért lengyelek megcsinálják egymás ellen játszanak majd. Talbának is kb. 1 pont kell, ahol számolok, és hát Csehországon is jó helyzet, vagy Lengyelország van nehezebben, és hát lehet, hogy Lewandowski kényszerülne pócs elejtezőre. Igen, hát ugye ez is ugye elég érdekes, hogy most Lewandowski pontsérült volt egyébként, de igazából sem nagyon látszott, hogy a lengyelek játékán, tehát meglehetősen egy szürke csapat, benyomását keltették eddig. Hát Albánia az meg, hát most már tudjuk, hogy azért viszonylag ugye erős kis kompánia. Az éppen egyébként hibátlanok, ahogy ránézünk ide. És Lengyelország legutóbb még ugye megtudta őket menni a legutóbb évből sejtőzőből, és akkor ezzel ugye váltották a pótsejtezős jegyüket, amit aztán még ugye fel olyan hosszú úton tudtak végül érvényesíteni, de erre most nem fogunk már kitérni, mert kibeszéltük jó néhányszor. Szóval igen, most Albánia már nem húzták meg a dolgot, így aztán egész ott van a pótsejtezőnek a réme. Mondjuk több esélyük is van részén, mert ugye Lengyelország aligás volt ezért. Ugye az oligából van annyi öröklés, ugye mivel más csoportok ugye mindenki kijutott, hogy Lengyelország pótsejtezősé az elnyelv veszélybe, de hát igen, azért alapvetően, hogy ez nyilván nem ideális számukra. És akkor az F csoportban egy Belgium és Svédország meccsre félbeszakadt ugye egy brüsszeli terrortámadás miatt, ugye egyes védállásnál, de hát mind látjuk Belgium meg Ausztria, nem tudjuk a meccsnek mi lesz a sorsa, ugye Belgium meg Ausztria kiutó, Svédország viszont nem fog. Ez már hivatalos. Utcahosszal lemaradtak a svédek egyébként az első két helyről. Ja, de minden meccset elveszítettek előnk, és nem meg is lett a hatásom. Hát igen, Svédországnak most generációváltás, most nem mondom azt, hogy Ibrahimovicnak a hiánya, hiszen azért egyébként volt egy VB-jük, meg egy EB-jük, ami nem volt olyan nagyon rossz, de hát az igen kifogtak egy Belgiumot, ami azért újjáépül, egy Ausztriát, aki a sejtezőben mindig jól szokott menni, Most ugye Ráfrányik irányítja, Ausztriát, még Belgiumot, meg ugye már Domenico Tedesco. Hát igen, az Ausztriát jól van, mert irányít, mint Manchester United-ben. Meglepetés. Menjünk a hátcsoportba, mert egy hatalmas Szlovénia meg Dánia tett nagy lépést a kiutás felé, Kazasztán még legyőzte idegenben Finnország, így Finnország egyenes ágon már nem juthat ki, az is biztos. Igen, viszont szóval Kazasztán ekkora meglepetés. Lesz esély, mert a B-ligában már ugye van annyi kiutás, meg ugye sorolgatás, hogy mindenképpen Finnország is ott lesz a putkvalifikációban. Szóval
Igen, az ő helyük ez nem volt biztos, Kazasztán ő meg kepeszt a második hely, és egyébként, ha jól számom, egyébként kazakok is ugye megnyerték a ligát. Mi a C-ben nyertek. Igen, szóval ők is mindenképpen mernek pótselejtezni. Szóval ilyen szempontból ez nekik akár szintén jó lehet, hiszen ők egy csoportgyőztesek voltak. De hát igen, egy közvetlen kiutás, az egy történelmi sikerrendő ugye a Szovjetunió felbomlása után, és ugye lesz még egy másolat, mert egy szlovén meg dán mérkőzés. Igen, egymással játszanak még, igen, a szlovének vagy dánok. A szlovén meg kazahokat is fogadja. Igen, és hogyha az egyik, mondjuk bármelyik csapat nyerne, mondjuk inkább azt, hogy nem kéne veszíteni a kazasztánokkal, az nagyon jó, hogy egyszer akkor egy kiki meccs az ő szempontjukból az utolsó fordulóban. Ennél komplikált a csoport, azért, hogy Izraelnek ugye most két meccset is elhalasztottak, novemberben egyiket pótolják, és itt Románia 16 pontos, 8 meccsen, Svájc 15, 7 meccsen, Izrael 11, de 6 meccsen. Tehát itt első három hely még itt teljes káosz tulajdonképpen így most. Igen, Izrael az szintén pótselejtezőre nyugodtan pályázott. Ahogyan Svájc is. Igen, Romániának. Hát román élethalál. Nyemelők ugye borzasztóan szerepeltek a B-ligában, ugye ki is estek, vissza a C-be. Mondhatnám, hogy hova pontosan, de inkább ezt most hagyjuk. Igen, hát itt ugye ez a palesztin helyzet, ez eléggé megborította a dolgokat, és hát akkor marad a J csoport a végére. Ami... hát igen... ez, igen. Tukájának mondjuk, hogy megint nem volt nézni dolga, 8-ból 8, 32-5 gól meccsenként 4 ugye Ronaldóéknak. Hát igen, mert körülbelül minden meccsen 2 büntető, de ez már lényegtelen. Szóval... hát itt ami a szituáció, és ez nagyon vicces lehet, hogy én azt hallgattam, hogy ott esetben akár kettek jönnek direktbe, és hárman ennek pótselejtezni. Mert Luxemburgnak az, hogy Törökország kijutott, ők szinte biztos, igen, ők mehetnek már pótselejtezni, akármi is történik szerint, igen, mert ugye ők ott a legjobb másodikok a C-divízióba. Akkor Izlandnak még ugye ez függ, hogy a B-ligások mit csinálnak, de erre jó esélyük van. És a Bosznia-Hercegovina pedig ugye szintén B-ligába megnyerte a saját csoportját, jól emlékszem, és így hát ők már mindenképpen mennek ugye pótselejtezgetni. Hát igen, azért meg lenne, hogyha mondjuk mind az öt csapat ott lenne az Európa Bajnokság, és erre nem is lesz matematikai lehetőség, mert ahogy azt számolgattam, valószínűleg legalább kettő mindenképpen egyágra fog kerülni, szóval nem érdemes azzal számolni. Vagy mondjuk durvább, mint ami annak idején a magyar selejtező csapatot történt az előző EB, hogy négyen is kint voltak tőlük, ugye Velsz volt az. Papíron leggyengébb csoportból ugye akkor. Hát meg neki egyesült abból is egyben. Igaz, ugye a másik ilyenkor. Hogy a Szlovákia az, hogy legyőzte Luxemburgot, nagy lépést tett a egyeneságon kiusson, itt tényleg ők is úgy érezhetik magukat, mint a magyar változat, hogy egy pont is elég lesz, hogy az éppen Izland ellen. Tehát Luxemburg is azért remekül játszik, viszont hát igen, az egyeneság az kicsivel nagyobb rutin kell. Tehát a pótselejtezőben lehet ám korrigálni. Izland most pont ugye benn van, itt pont ott vannak Norvég előtt a B-ben. Mert ha Ukrajna esetleg lecsúszik, az viszont pont rosszul jöhet nekik, ugye? Ugye Bosznia, meg Finnország már biztos pótselejtező, tehát nem juthatnak ki egyenességgel, ami a B-ligát, illeti Izrael most bent, Izrael most ugye szintén nem, tehát nekik kevesebb meccsük van. Hát, lesz még komplikált lenne, főleg Izrael miatt, ugye? Hát, dolog. Ha előz, akkor most így valóban számogat, hogy akkor azt minden kezdve. Norvégiának, meg Izlandnak, feltéve, hogy a Ukrajna, ugye még. Akkor hogyha Románia átütik ki, és nem Svájc az, aki kiszorult a kettőn kívül. Mert akkor Svájc ugye elvisz egy aligás helyet. Tényleg, Svájc igen, egy aligát elvihet, igen. Ez nagyon izgeszi. És aligább ugye horvátok a velsziekkel csatáznak ám belül, ugye lengyelek a csehekkel, de az is pont így izgi még. Igen, jó ezt, ahogy is hozták. Viszont Bosznia-Hercegovina ugye a Portugáltól 5 millióra kapott hazépen, és ne felejtjük, hogy gyakorlatilag, hát azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy tulajdonképpen ott zűletben 5-0 volt az eset. Bosznia volt egy szövetség, volt most egy ugye egy váltás, hogy a Szávó Milosevic érkezett szövetség kapitának, és valljuk be, hát nem akar most ez így, Bosznia-Hercegovina nem akar lenni eddig összeállni, és hát ugye ott lesznek a pótselejtezőben, de hát azért felkezd a csapatot nagyon rád, hiszen így csak 2004-es VB-n jutottak ugye Jugoszlávia felbomlása óta, EB-re még egyszer sem. Hát ugye Kodró volt az, aki aztán megsérdődött ezek után, szóval nincs Kodró, nincs Parti, akár így is csomázhatnánk. És azért, szóval én nem követtem így a bosznia labdarúgások a helyzetét, hogy ott pontosan mi történt. Hát most azért mégis, hogy Kenan Kodró révén haladtunk le a Fehérvár játékosra, hogy visszamondta váltócsal, miután édesapját menesztették. Mondjuk ez valami szinte jelenti is a bosszi viszonyokat most innen Broszból, tehát ahol kb. Ilyen dolgok alapján döntenem, hogy akkor most lesznek válogatott, nem lesznek válogatott, azért csapat egységről sokat elmond, szerintem. Hát mint a savanyú lett volna neki a szőlő kis túlzással. Fejvált csatárának.
És én most szeretem, hogy egy ilyen három mérkőzés, ebből kettő Liechtenstein ellen, szóval az eddig jelez, de igen, idézőjelben, hogy azért emiatt is kell majd Szávó Milosevicnek felrázni a Dzsékujat, hogy azért hát Edin Dzséku lehet EB nélkül zárja a pályafutása, tehát ez majd tavasszal fog kiderülni, márciusban. Legalább 5 évén gólt szól neki, az is bőven elég lehet. Szóval Németország, vagy a házigazdával együtt ugye 9 csapat részvétel biztos már a németországi EB-n ugye jövő nyáron. De hát is ugye még ugye 11 hely fog elkelni novemberben, de hát ezek közül tényleg már többet borítékolni lehet, hogy a magyar válogatottét is. És aztán tavasszal még ugye hát, most a 12 hely még pontosabban, nem 10-12 hely. A magyar válogatottét is szinte borítékolni lehet, és aztán a tavasszal még ugye 3 pócs lehet. Ez hát a tételjére nagyobb lesz novemberben is. A pócs lehetős helyekért is megy majd ám ezzel el a hajtás. Mi lesz Hollandék sorsa? Ők sincsenek jó helyzetben, hát... Hát tévézés a csandon lassan, erre inkább úgy néz ki. Nagy 2000 óta Norvégiának szinte mindig, sőt... Pedig volt államsorsolások is, aztán mire mentek tele, 8 éve. Hát igen. Hát igen. Akkor az még akkori magyar válogatott azt rémálom sorsolással alakított, de nekünk inkább legyen mondjuk úgy egy bulgáriai döntetlen vagy győzelem, és akkor hátra lehet dőlni, és lehet egy jót teázni, vagy ki tudja mit csinálni még. És örömből mindezt. Az ígyszerben vagy legalább. Legalább annyit, igen. Ennyi tehát így az EB selejtezőkről. Ugye a magyar válogatottnak ugye legalább egy pontra van szüksége, és ha legalább és az kiutáshoz, ha kettőt szerez azon által lévő két meccsen, akkor pedig első lesz a csoportjában, és akkor az EB is legalább a másik kalapból lehet várni a sorsolást. Szóval a történetben novemberben folytatódik, de skúló az lesz majd ugye jövő héten, hiszen fordulnak a nemzetközi mérkőzések. A Ferencváros még az Európa Konferencia Ligában Henk vendége lesz majd ugye 26-án csütörtökön este 9 órától. Szóval kielemezzük majd akkor a Fradi meg a többi csapat mérkőzéseit is. Köszönjük szépen a figyelmet!